Sziasztok! Jó reggelt! Ma az utolsó bejelentkezésem van Lukács evangéliumával kapcsolatban, és fogok hagyni magamnak egy kis időt, körülbelül egy hetet, hogy kitaláljam, megimádkozzam, és a ti ötleteitek alapján is átgondoljam, hogy mi legyen a folytatás. És szeretném azt, hogyha ez alatt az 5 hónap alatt, amit együtt töltöttünk, formálódott benned döntés, kérdések, akkor kérlek téged, hogy írd meg nekem egy üzenetben, amit esetleg nem lát senki, de teljesen nyilvánosan is megírhatod, hogyha valami változás történt benned, vagy esetleg döntöttél a megtérés Jézus Krisztus mellett, ahogy hallgattad az ő életéről ezeket az igéket. Kérlek, hogy tudasd velem. És ma nem az evangéliumból fogok már felolvasni, hanem gondolkodásra szeretnélek bírni benneteket, azokat, akik esetleg még nem hisztek Istenben, de azokat is, akik már hisztek, megerősíteni abban, hogy amit hiszünk, az maga a valóság. És erről szeretnék ma beszélni. Egy nagy gondolkodót hívok segítségül. Az egyik ilyen C.S. Lewis lesz. Többtől is olvastam és gondolkodtam erről, de valószínűleg őt fogom leginkább említeni, C.S. Lewis-t. És ő az, aki írta a híres Narnia sorozatot, ugye akinek a könyvei alapján filmek is készültek, a Narnia krónikája, és ő az, aki az életének egy jó hosszú részét ateizmusban töltötte, és aztán megtért, és Isten mellett tette le a voksát. És ő egy nagy gondolkodó volt, nagyon szeretem a gondolatait. És az egyik, amit ő mondott, az, hogy a feltámadás, ugye a feltámadásról tudjuk, hogy a feltámadás az, ami a próbája Jézus életének. És Pál apostol maga is azt mondja a Bibliában, hogy ha Jézus nem támad fel, akkor hiába való a ti hitetek, és még a bűneitekben vagytok. Szóval a feltámadás olyan dolog, amiről legelsősorban kell gondolkodnia annak, aki gondolkodik a megtérésen és Isten mellett, hogyha így erről az oldalról közelíti meg a dolgokat. És a feltámadásról mondta valaki a Yale Egyetemről egyik tanára, Krisztus életének próbája a feltámadás. Egy másik emberke, ha Jézus Krisztus feltámadta halálból, ez valószínűvé teszi a kereszténységet. És a kereszténység próbája a feltámadás, mely vagy a legnagyobb csoda, vagy a legnagyobb csalás, amelyet a történelem feljegyez. Ugye azért is nem mindegy ez a kijelentés se a tanítványoknak és Jézusnak, mert egy világot változtatott meg ez a tény. A tanítványoknak az élete, a tanítványoknak a feltámadás utáni munkája, igehirdetése ezreket, milliókat, milliárdokat változtatott meg, életeket változtatott meg. És Jézus is, amikor a tanítványokkal járt, akkor hányszor megmondta nekik, hogy ennek meg kell történnie, meg kell halnia a világ megváltójának, de harmadnapon fel kell támadnia. És különösen is hiteles azért is ez a Bibliában, mert a tanítványok egyáltalán nem fogták fel azt, amit Jézus mondott. Amikor Jézus
meghalt és feltámadt, a tanítványok bujkáltak. Fogalmuk sem volt arról, hogy mi történt. És igazából valahova lenyomták magukba ezt a dolgot, amit Jézus annyiszor elmondott nekik, és csak utána eszméltek rá, a feltámadás után, amikor Jézus megjelent nekik, amikor bizonyította nekik, hogy ő valóban feltámadt, akkor hitték el, kezdték elhinni, hogy mi is történt valójában. És sokan, akik kételkednek ebben a nagyon fontos igazságban, van egy típusú felvetés, ami nekem nagyon tetszik, C.S. Lewis-tól, hogy négy lehetőségünk van arra, hogy a feltámadás tényét megvizsgáljuk a Jézussal kapcsolatban. Az egyik az, hogy Jézus legenda volt, a másik az, hogy Jézus hamis volt, tehát vagy tudta, hogy hazudik, és vagy tudta, hogy nem Isten, és ennek tudatában mondta azt magáról, hogy ő Isten, és hogy ő ad örök életet, de akkor hazudott, vagy nem tudta, hogy ő hazudik, és nem tudta, nem volt tisztában azzal, hogy miket mond, akkor viszont őrült volt, vagy skizofrén volt, vagy nem volt épp elméjű, és a negyedik lehetőségünk az, hogy igaz volt, amit ő mondott. És hadd mutassam meg nektek ezt, hogy megjegyezzétek, remélem látszik jól. És ennek a cáfolatát mondja el C.S. Lewis, hogyha tudta, hogy nem igaz az, amit mond, akkor hazudott, de Jézusnak az egész erkölcsi tanítása és az élete teljesen szöges ellentétben állt azzal a lehetőséggel, hogy ő egy hazug ember lett volna. Szóval ez teljességgel, ehhez nagyobb hit kell, mint amit a feltámadás megcáfolásához akarunk itt felhozni. A másik, hogy őrült volt, vagy skizofrén volt. Hát ez is, aki ismeri Jézusnak a szavait, Jézusnak az életét, teljességgel nyilvánvaló, hogy Jézus volt a legnormálisabb ember a Földön. A legtisztább mentális képességekkel rendelkező ember volt. És valaki azt írta, ez annyira tetszik nekem, egy elmeorvos mondta ezt Jézusról, hogyha vennénk az összes mérvadó cikket, melyet a legképzettebb pszichológusok és elmeorvosok a mentálhigiénia témájában valaha írtak, ha tömöríteni és finomítani akarnánk ezeket, kivágva a fölösleges szószaporításokat, ha csak a lényeget szeretnénk, és ezt a higítatlan, tiszta tudományos tudást megpróbálnánk tömören megfogalmazni a mai élő legjobb képességű költővel, a hegyi beszéd esetlen és hiányos összegzését kapnánk, mely igencsak megsínleni az összehasonlítást, hiszen a keresztény világ majdnem 2000 éve tartja kezében a teljes választ nyughatatlan és hiába való vágyódásaira. Ebben rejlik az optimális szellemi egészséggel és elégedettséggel leélhető sikeres emberi élet terve. A hegyi beszédről beszél ez az elmeorvos, ami a Máté evangéliumában is benne van, az 5., 6., 7. fejezetben. Szóval az, hogy ő őrült volt, és nem tudta, mit beszél, ez teljességgel lehetetlenség. A harmadik lehetőségünk, hogy ő egy legenda volt, hát aki ezt képzeli, vagy ezt gondolja, annak nagyon hiányosak a történelmi ismeretei, és azok az ismeretei, hogy a történészek, a korabeli történészek,
a korabeli történelemírók hiteles tanúbizonyságát adják Jézus életének és halálának. És hogyha ez mind nem igaz, amit mondunk, akkor marad a negyedik lehetőség, az pedig az, hogy Jézus igaz volt, és igazat mondott. És ha ő igazat mondott, és ő valóban Isten fia és isteni attribútumokkal rendelkezett, és azt mondta magáról, hogy aki látja őt, látja az atyát, és ő egy az atyával, és aki hisz benne, örök élete van, akkor mindazt, amit ő mondott és kijelentett magáról, bátran rátehetjük az életünket, és bátran bízhatunk benne. Amikor megtértem, ezt már mondtam nektek párszor, a megtérésemet és ennek a történetét, de amikor megtértem, mondtam azt is, hogy az eszemmel is kellett, hogy felfogjak dolgokat, mert éreztem, hogy annyira kell, hogy megtámogassa a gondolkodás, a hitemet. És egy dolog volt az, amire a mai napig azt tudom mondani, hogy rá tudom tenni a hitemet, ez pedig a tanítványoknak a mártír halála. És van, aki azt mondja, egyes kételkedők, hogy a tanítványok lopták el a testet, és ők hazudták azt, hogy Jézus feltámadt, mivel bizonyítani akarták annak az igazságát, amit Jézus mondott. Ez, ha belegondolunk, teljességgel butaság, hiszen tudjuk azt, hogy ezt a bujkálást és ezt, amit ezzel, amit vádolják a tanítványokat, ezt nem lehetett volna tartogatni, ezt a hamis dolgot, és egy hazugságért, amiről tudod, hogy hazugság, nem vállalsz olyan dolgokat, amiket a tanítványok később vállaltak ezért az igazságért, amit ők mondtak, hogy Jézus feltámadt. De hadd olvassak fel utoljára valamit ebből a könyvből nektek. Talán a tanítványok távolították el a testet, és ők hazudták, hogy Jézus Isten, és feltámadt a halálból. Ám a kutatást végzők által talált bizonyítékok épp az ellenkezőjét sejtetik. Először is a tanítványok nem számítottak rá, hogy Jézus feltámad a halálból. Jézus újra és újra elmondta nekik, hogy meg fog halni, majd 3 nappal később feltámadt a sírból, de a tanítványok nem értették meg őt. Amint Jézus meghalt, a tanítványokból 11 rettegő ember lett, akik bujkáltak, menekültek. A vezetőjük halott volt, az álmaik összetörtek. Mégis jó néhány nappal a feltámadás után ugyanez a csoport bátor és határozott lett. Mi okozta ezt a nagy változást? Ez nem amiatt volt, mert láttak egy üres sírt. Ez nem amiatt volt, mert láttak egy üres sírt. A feltámadott Jézust látták, vele találkoztak. Mit nyertek volna a tanítványok azzal, hogy kitalálnak egy történetet Jézus feltámadásáról? Tekintélyt, gazdagságot, hatalmat, tisztséget? Hadd mondjam el önöknek, hogy mit nyertek. Egy kivételével mindegyikük mártírhalált halt. És a mai napig is keresztények ezrei, milliói vállalják fel ezt a mártírhalált. Ha nem is oroszlánok elé vetik őket, de lefejezik őket, megölik őket, megkínozzák őket. Ezért, amit a Biblia Jézus feltámadásáról mond, ami az igazság, és ami által nekünk is örök életünk van. Jó hosszú lettem, bocsánat, és gondolok rátok ebben a szünidőben is, és Isten áldjon benneteket, és várom a jelentkezéseiteket. Sziasztok!